Hatalmas vihar csapott le a megyére június 27-én. A pusztítás során több mint 2400 lakóház és közintézmény tetőszerkezete sérült meg. Becslések szerint a károsultak száma eléri a 7200 főt, aki közül 31 családnak kellett elhagynia életveszélyessé vált otthonát. Az ő megsegítésükre indított adománygyűjtést a Magyar Vörös Kereszt Szabolcs megyei szervezetén keresztül, amelyhez még mindig lehet csatlakozni. A Vörös Kereszt elsősorban a lakossági károk enyhítésében próbál segíteni, illetve abban működünk közre, hogy a mindennapi élethez minél hamarabb vissza tudjanak térni a károsultak. Ennek lebonyolításához megyei szinten létrehoztunk egy adomány, adományozói vonalat, amit a szervezet számlájára viharkár feltüntetésével lehet bárkinek adományt befizetni. A beérkezett pénz Összeget, a károsultak segélyezésére fogjuk fordítani. A pénzadományokat a vöröskereszt.hu oldalon erre a célra létrehozott adományozói felületen, valamint az alámbi számlaszámon várják. Fontos, hogy a közlemény rovatban a segítők tüntessék fel, hogy viharkár. A karitatív szervezet közben a Nemzetközi Katasztrófa Válaszadási Alap lehívására is benyújtotta igényét. Ez egy 25 milliós svájci frankból álló keret, amit, amit azért tart fönt a Nemzetközi Vörös Kereszt, hogyha ilyen természeti katasztrófa következik be bárhol, akkor rögtön is azonnali segítségnyújtást tudjon biztosítani a károsultak részére. A cél, hogy a lehető legtöbb háztartásnak nyújtassanak támogatást tetőfedő anyagok és élelmiszer csomagok formájában. A beérkezett adományokból azon rászoruló családoknak és idős embereknek szeretnének segítséget nyújtani, akiknek nem volt biztosításuk, és önerőből nem tudják megoldani ingatlanjaik renoválását.